Sziasztok! Most a legutolsó matrózomat fogom nektek bemutatni, akit úgy hívnak, hogy Barna. Barna matróz. Barna matrózzal fogunk tovább kutakodni. Kérlek, Barna matróz, folytassuk a történetet. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, ha a mosással, oly igen, nem sietnék. Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak. Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak. Mit válaszol Iluska Jancsi kérésére? Azt válaszolja, hogy szívesen kimenne, de sietnie kell a mosással, hogyha nem végez időben, akkor megbüntetik érte. Ajjajjaj. Hát ez... Milyen kapcsolat lehet Iluska és az anyja között, ha ő az anyja mostoha gyereke? Iluska anyukája valószínűleg meghalt, az apja újra nősült, így vér szerint nincsen rokoni kapcsolat a mostani, hát mostoha meg Iluska között. Ez szomorú. Hát igen, ez nem... Na de, folytassuk kérlek a történetet. Ezeket mondott a szőke, szép Iluska, s a ruhákat egyre nagy serényen mosta. De a juhászbojtár fölkel subájáról, közelebb megy, s csalogatva így szól. Hogyan mos, aki serényen mos? Aki serényen mos, az hatékonyan végzi a dolgát, szorgalmasan, buzgón, nagy odaadással. Gyorsan is. És nagyon gyorsan. Köszönjük szépen. Hát, köszönöm szépen Barna matróz a segítséget. Nem hagyjuk abba a kutakodást, folytatjuk, de nem most. Sziasztok!